Az Álmok évadjának nevezi a Víg Színház idei szezonját Eszenyi Enékű, így minden bemutatójuk kapcsolódik majd az Álmokhoz. Persze csak akkor, ha október 26-a után is ő marad az igazgató. Rajta kívül ugyanis a Szolnoki Színház jelenlegi vezetője Balázs Péter is pályázik erre a posztra. Úgy kezdődik, hogy én azt mondom, hogy menjünk medvét vadászni. Játék és muzsika, de nem 10 percben, hanem egy egész napban. Pontosabban egy egész nyílt napban. Akár ez is lehetett volna a mottója a Víg Színház mai eseményének. Víg Színházról hallott? Hát persze, hát sőt, én tetszik tudni, ilyen nagy internetező vagyok. A teátrum leghíresebb művészei bolondoztak, vagy éppen komolykodtak a színpadon és a folyosókon, hogy megmutassák, hogyan is élnek és dolgoznak. Sőt, a szerencsések még együtt is játszhattak a világot jelentő deszkákon a művészekkel. Amikor csak mutatványként látják, akkor azt gondolják, hogy talán nem is olyan nehéz, de most, hogy kipróbálták, látják, hogy egy picit nehezebb és megterhelőbb, mint ahogy gondolná az ember. A Víg Színház igazgatónője Eszenyi Enikő szerint az Álmok évada lesz a mostani. Csupa olyan darabot mutatnak be, amelyik kötődik az Álmokhoz. A kérdés csak az, hogy a tervezett bemutatókat megtarthatják-e, hiszen legkésőbb október 26-án eldől. Eszenyi marad-e az igazgató, vagy jön helyette Szolnokról a másik pályázó, Balázs Péter. Nincs időnk ezen gondolkodni. Mi reméljük azt, hogy az az elmúlt 4,5 év, amit itt együtt végigküzdöttünk, és nagyon szeretjük ezt a színházat, hogy ezt tud tovább folytatódni. Én ebben nagyon hiszek. Nekem a Balaton, Orli Diéra, napozni ott szeretem, a homokon. Tesszük a dolgunkat, nem tehetünk más, mint hogy dolgozunk, készülünk az évadra, rengeteg új bemutatónk lesz. Tegnap nekem 3 próbám volt. Az a dolgunk. A színháznak mennie kell. Ha marad Eszenyi, akkor a Víg továbbra is a családi darabok otthona marad. Ezentúl is játsszák majd a 25 éve repertoáron lévő Padlást, az eddig 1000-nél is több adást megélt Dzsungelkönyvét, illetve az új sikert, a Maszat hegyet. Akár a legkisebbeknek is. El kell hoznunk őt is, mert egyedül nincs meg. Egyébként mennyi idős? 4,5 hónapos. Akkor mondhatjuk, hogy a születésétől a színház lesz az otthona? Szerintem igen. A felnőtteknek pedig a 40 éve bemutatott legendás darab, a Képzelt riport új változatát ajánlják.